Először is azt szeretném tőled kérdezni, hogy mióta vagy itt a Cinege úton, és hogy részt vettél az éhségsztrájkon. Igen, részt vettem az éhségsztrájkon, és közel, jövő hét kedden lesz 2 hete, hogy itt vagyok a Cinege út 5 és a 17 szám között. Az éhségsztrájkon is ugyanúgy részt vettem, mint a többiek, úgyhogy, és folyamatosan itt vagyok. És miért Orbán Viktor miniszterelnök ház előtt, és miért nem pont Bajnainál, vagy a Gyurcsány? Azért vagyok az Orbán miniszterelnök háza előtt, mert úgy gondolom, hogy ezt a problémát, ezt a nemzeti problémát csak ő tudja megoldani, mert ez most már több éves probléma, ez a devizahitelezés, és az előző négy évvel ezelőtt a kormány, a szocialista kormány nem tudott tenni, vagy nem akart tenni ez ügyben, és ezért szavaztam ő rá, sőt többek között a kampányában is bőven részt vettem, mert szedtem neki, gyűjtöttem neki a kopogtató cédulát, hogy minél több szavazatot elérje, és örültem neki, hogy 2/3 eléri, mert én őben bíztam, hogy ő megoldja ezt a nemzeti problémát, mert ez már az. Ez már nem csak a devizahitelesekről szól, hanem maga az egész Magyarország, és azon belül nem tett. Teljes eladósodása, nélkülözés, az emberek az utcára kerülnek, hajléktalanok lesznek, családok vesznek el, öngyilkosságba menekülnek, teljesen kilátástalan a helyzet, és hát ezért vagyok itt, és én nagyon bízom benne, bíztam benne, és én addig nem megyek el innen, amíg nem tesz ez ellen valami lépéseket, de elsősorban, amiért nagyon nyomatékosan itt vagyunk, az azonnali leállítás, a kilakoltatások azonnali leállítását követeljük, mert ok nélkül kerülnek az emberek, családok utcára, mert ezt már mindenki tudja, hogy ez nem hitel, hanem ez egy uzsora termék, megmondják. És ez egy visszafizethetetlen, ez tönkreteszi az emberek életét. Sokszor elhangzik, hogy a devizahitelt felvevők felelőtlenek voltak, hogy tovább nyújtózkodtak, mint ameddig a takarójuk ér, forint hitelt is felvettek volna. Mi erről a véleményed? Nekem az a véleményem erről, hogy én most már igen régóta mindenféle civil szervezetekkel tartom a kapcsolatot, sőt keményen a melléjük is álltam. Igazából ez is tartja bennem az életet, mert ha ezzel nem lennék velük, és nem tudnám figyelemmel kísérni az eseményeket, akkor valószínű, hogy újra megtörténne az a tragédia velem, ami már 2012. márciusában megtörtént ugyanis. Én akkor ezzel a termék miatt öngyilkos lettem, mert kilátástalannak tartottam a helyzetet, és nem érzem felelőtlennek se magamat, se azok nevében is mondhatom, akik társaim, és akikkel fellépünk ez ellen, a devizahitel ellen, mert nem látok benne se 40 hitelest, se 5, se 10 hitelest. Mindnek 1-2 hitele van, és mindegyik úgy vette fel a hitelét, mint én is, hogy tudtam, hogy mit vállalok be. Mert ugye meg volt adva, hogy például az én oldalam, ugye van egy kocsi hitel, meg egy házhitel. A kocsink ugye 2,5 millió, egy alap Skoda, amit ugye 10 évre vettük fel. Forintról volt végig szó, nem volt benne deviza, hisz akkor azt sem tudtam, hogy mi az, hogy svájci frank, vagy bármilyen idegen deviza. Mert forintról volt, a szerződésben is forint van. 2008-ban döbbentünk rá, amikor a 30 000 forint helyett 69-et követeltek, és akkor fordultunk a bankunkhoz, hogy mi történt, hogy miért kell nekünk ekkora összeget fizetnünk, hisz 10 évre fix 30 000 forintot vállaltunk be. És akkor azt mondták, hogy hát, hogy ez devizához van kötve. És hát persze mi elhittük, mert akkor még nem éleződött ki ennyire a helyzet, hogy itt ebből ez tényleg egy uzsora. A másik meg van, ja, és befizettem
a 2,5 millióra jelen pillanatban 5 millió forintot, és még követelnek 2,5 millió forintot, ugyanis az új árát az autónak, és 9 éves az autónk. És a háznál pedig csak 6 120 000 forintot vettünk föl, megvolt volt nekünk egy házunk, azt felújításra vettük föl, kicsit bővíteni akartuk, mert családot szerettünk volna, és erre akartuk ezt, vagyis erre is költöttük ezt az összeget, és most jelen pillanatban 15 éves futamidőre kértük, ott megkérdezték az ERSZT-be, hogy mennyit szeretnék törleszteni. Mondtam, 45 000 forintig tudom bevállalni, és így is ment évekig, és most jelen pillanatban, és ugye 2008-tól az is a 45 helyett felment 120-ra. És akkor ugye már azért ott kezdtük tudni, hogy itt már mik vannak a háttérben, és most jelen pillanatban 12 milliót követel a bank. Úgyhogy igazából értem. Akkor a háromszorosát. Értem, említetted, hogy öngyilkosságot követtél el. Mesélni róla részletesen, ez hogy történt, és igazából mi volt a kiváltók ennek? Igen, elmesélem, bár nagyon-nagyon nagyon súlyos mélyponton vagyok azóta is. Ha itt nem lehetnék a csoporttársaimmal, vagy a sorstársaimmal, akkor valószínű, hogy szintén megtenném ezt a dolgot, mert olyan szinten nyomaszt ez a dolog, hogy nem tudok szabadulni tőle. Hát 2013. március 3-án már olyan szinten zaklattak a bankosok, hogy állandóan 5 percenként szólt a telefon, levélbe zaklattak, fenyegetőztek, nem hagytak élni, szinte ők a halálba taszítottak, és akkor gyógyszereket vettem be, és hát 3 napig kómába is voltam, 7 hétig voltam a pszichiátrián, és egy hétig meg ugye menni sem tudtam, mert teljesen ráment az ízületemre, meg az izmaimra ez a gyógyszeres öngyilkosságnak a mellékhatásaiban vannak ezek a, hogy valamit az agyba kiről. És hát ugye ez változtak ilyet, hogy most jelen pillanatban itt vagyok a Orbán villa előtt, és szeretném követelni a jogaimat, meg a többi sorstársammal együtt is, mert én addig innen el nem megyek, amíg ennek nem lesz teljesen vége, legalább a kilakoltatások megállítását nem csinálják meg, mert ha kell, akkor én elmegyek a parlament elé, és ha kell, én ott felgyújtom magam, mert én már így élni nem akarok többet. Ennyi. Úgyhogy én ez már nekem akkora, hogy gyógyszereken élni, éjjel, este így feküdni, reggel így kelni, és még mai napig is ugye zaklatnak a bankok, és nem, ez már élhetetlen ez az élet így. Úgy gondolom, hogy ez már ennek valaminek töltenie kell, mert ezt nem tudom, hogy egy demokráciában hogy tudnak a kormányok ilyet megtenni, hogy semmibe veszik az embereknek a jogait, és hagyják, hogy az emberek utcára kerüljenek, hagyják, hogy hajléktalanok legyenek, holott már közel másfél éve tudjuk, ha nem több, hogy ez egy uzsora. A bankok azóta is szipolyozzák az embereket, és folyamatosan sútba teszik a jogainkat, szóval egyszerűen ők az urak, és mi ezt nem tűrhetjük. Én úgy gondolom, hogy ők már felsőbbrendű lénynek érzik magukat, és minket már semmiben nem néznek, csak az a lényeg, hogy mi fizessünk. És ez így nem élet, én úgy gondolom. Értem. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Én is köszönöm.